hallani a sorrendet. Most figyeljük, hogy hogy fejtegeti tovább mondani valóját. A Biblia azt tanítja, hogy a gyermek nem végső célja és értelme a házasságnak, hanem gyümölcse. Fontos a gyümölcs, fontos, hogy miért több gyümölcs legyen, fontos, hogy egészséges gyümölcset elmélet van. De a házasságnak nem a gyermek a végső célja, hanem az, amit Isten így jelölt meg, hogy lesznek ketten egy testé. Van ennek biológiai jelentése is, bele van sűrítve ebbe a szexuális élet, de benne van ebben az is, hogy két egymást szerető ember között olyan különös lelki egység jöhet létre a házasságban, ami egyetlen más emberi kapcsolatban sem jöhet létre. Szinte egy új személyiség valósul meg, a házasság személyisége. És ez a végső cél. Így érthetjük meg azt, hogyha egy házasságban nem adatik gyermek, pedig szeretnének, akkor annak a házasságnak is van értelme. Az emiatt még nem válik értelmetlen. És amikor az utolsó gyermek is kiöpült és önálló lett, akkor a két otthon maradt szülőnek a házassága nem vált céltalanná. Ha addig is fontosak maradtak egymásnak, és ápolták az egymással való közösségüket. Nem a gyermek a végső értelme és célja, hanem drága gyümölcse. Fontos gyümölcse, nagy kincs, de egyszer véget ér az, hogy kicsik maradnak. És mi van akkor? Ezért kerül válságba olyan sok házasság, amikor megint magukra maradnak. Nem tudnak mit kezdeni egymással. Mert addig sem ők voltak a legfontosabbak egymás számára ezen a földön. Erre tudatosan törekedni kell minden házasságban. Megint csak azt kell mondanunk, hogy Elkána és Anna házassága szép példa erre. Elkána akkor is látta értelmét a házasságoknak, és nagyon szerette a feleségét, amikor hosszú időn át még nem született gyermekük. És akkor sem fordult el a szíve tőle, amikor végleg otthagyták a kis Sámuelt Éli főpapnál a sírói templomban. Mert nem a kis Sámuel kötötte őket össze, és nem ő volt az ő házasságuknak a tartalma. Hogyha így van, csak akkor következik be az is, hogy nem lesz féltékeny Istenre egyik házas fél sem. Ez is azért fordul elő, mert egymással nincs meg az Istentől rendelt kapcsolatuk. Nem kell nekünk félnünk attól, ha a házastársunk nagyon szereti az Úr Jézust, és nagyon engedelmeskedni akar neki. Tegyük ezt együtt. Szeressük együtt az Urat. Ebben a szeretetben lesz igazán masszív és teherbíró az egymás iránti szeretetünk is, és így fogjuk jogosan szeretni a gyerekeket is. És így beszéljünk erről a bizonyos harmadik helyről, amit a gyerekeknek jelöl ki a Szentírás. Ha így lesz harmadik helyen a gyermek, akkor soha nem lesz feleslegessé, de soha nem fogjuk bálványozni őt. Akkor nem fogjuk imádni, hanem szeretni fogjuk. Szeretni pedig azt jelenti a Biblia nyelvén, hogy megadom a másiknak azt, amire szüksége van. És néha arra van szüksége, hogy kipolyoljuk a fenekét. Erről is beszél a Szentírás. A kemény szeretetről. Nem azért, mert engem földdühített a főnök, és most megverem a gyermekemet, hanem azért, mert neki akkor arra van szüksége. Ehhez kell Istentől kapott bölcsesség. De ez is csak akkor működik jól, ha mindenki a helyén van. Isten is a helyén van, akire ilyenkor föltekintünk, hogy Uram, mit kell most csinálni, mert ilyen helyzet még nem volt, még 4 éves sose volt, még 13 éves sose volt, 20 éves sose volt, minden feladatunk a nevelésben, és egészen másként 14 éves az egyik, mint a másik. Nem is lehet Istentől kapott bölcsesség nélkül helyesen nevelni őket, helyesen szeretni őket, megadni nekik azt, amire szükségük van. De hogyha kiki a helyén van, akkor Isten csodálatosan megadja ezt, és sokszor maga a szülő csodálkozik azon, hogy hogy tudtam én most így eltalálni, hogy ez volt a helyes az ő érdekükben. Isten vezet ebben minket. De a gyerekek nem kultuszra vágynak, hanem arra, hogy gyermekként szeressük őket. És ahogy nőnek, egyre több szabadsággal neveljük őket. Nem az, hogy szabadon elesszük őket, aztán csinálja, amit tudsz a nagy életben, hanem fölkészíteni arra, hogy legyen iránytűje, amivel eligazodik az élet dzsungelében. Hogy legyenek szempontjai, amik alapján dönt majd egy számára meglepő helyzetben. Hogy hadd látod otthon sok-sok jó példát arra, hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni, olyan helyzetben mit kell csinálni.
és nem biztos, hogy úgy fog viselkedni, mint ahogy a szülőktől látta, de ha az alapokat leraktuk, akkor azokra az alapokra fog építeni, amik igaznak bizonyultak a szülők életében is. Ilyenkor bosszulja meg magát testvérek az, ha valaki bálványozta a gyerekét, mert aki bálványozza, az magához igyekszik kötni. Képtelen elengedni, sose lesz igazán önálló, a szabadsággal helyesen élni tudó felnőtt, élet személyiség, a gyermeke és a szülő önzése értéktelenebbé teszi a gyermeket. De ahol egy szülőpár imádja az Istent, aki az első helyen van, igazán szereti egymást, az így tudja nevelni a gyermekét, és így tudja majd elengedni azt, ahogy Anna és Elkána tették a kis Sámuel ellen. Ők nem tekintették saját tulajdonuknak ezt a gyermeket, mint ahogy nem is az. Minden gyermek az Isten tulajdona, aki teremtette őket. Csak ránk bízza egy időre. Mondom Jézus Krisztus szép szavát, sáfárokká teszi a szülőket egy időre, hogy lehetőleg ne tegyenek kárt a gyerekeikben, hogy ne csak az atyáitól örökölt hiába való életet vigyék tovább, hanem Istentől kapott kincseket is tudjon továbbadni nekik a szülő, és amíg a szülő nevelheti őket, addig hadd ismerjék meg a gyermekek azt, akinek a tulajdonai ők. Hadd ismerjék meg a szülőtől az élő Istent. Ez gyönyörű papi feladata minden szülőnek és mindenkinek, akire Isten gyermekeket bízott. Ez tehát a bibliai sorrend, Isten, a házasság, házastárs és a gyermek. És akkor járnak jól a gyerekeink, ha ezt komolyan veszük. És ha egy családban nem Isten félők a szülők, akkor is ez a sorrend, hogy előbb a házastársam, és utána a gyermekeink. Ez nem a gyerekek elhanyagolását, mellőzését jelenti, remélem ezt nem kell itt most magyarázni. És mondd el valamit a Biblia azokról és azoknak, akiknek nincsen házastársuk, és akiknek nincsenek vérszerinti gyermekeik. Mondd bizony, valaki, aki egész életében egyedül élt, nem házasodott meg, nem születtek gyermekei, ezt írja az egyik levelében. Gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, ami kiábrázolódik rajtatok a Krisztus. Pál apostol egyedül élte le az életét. De mivel az életében az első helyen az élő Isten állt, ezért szenvedélyes vágyat érzett arra, hogy legyenek lelki gyermekei, hogy báváskodjék emberek újjászületésénél, hogy sokakat oda vezessen az Úr Jézushoz. És ennek érdekében mi mindenre képes volt? Képes volt minden áldozatra. Amíg olyan korúak voltak lelkileg, tejjel táplálta őket. Amikor már kinőtt a foguk és kicsit érettebbek voltak, keményebb eledellel táplálta. Ott van a leveleiben a nyoma ennek. Név szerint számon tartotta őket. Volt úgy, hogy naponta imádkozott értük. Amikor leveleket ír nekik, a levél elején biztosítja őket erről, és egy csomó nevet felsorol, és érdeklődik, hogy és ez hogy van, és azok kibékültek-e már, és amaz meggyógyult-e már, mert naponta hordoznak titeket az Isten előtt. Szenvedélyesen szerette a lelki gyermekeit, és egyre többeket hívott oda az Úr Jézushoz, hogy új életet kapjanak. És ez nem csak a nagy Pállal volt így, ez ma is így van. Akinek az életében csak ugyanaz Úr az Úr, aki Jézus Krisztust mint Urát tiszteli és követi, annak a szívében szenvedélyes vágy ébredt, hogy sokakat hozzávezessen. És ahogy az ő életét Jézus oldotta meg, sok nyomorult embernek a nyomorúsága hadd oldódjék meg, így igazán, és legyen egy boldog, mint ahogy minden szülő szíve vágya, hogy a gyereke boldog ember legyen. Minden hívőnek a szíve vágya, hogy legyenek lelki gyermekei, és azok boldogok legyenek. És ilyen értelemben érvényes az Ézsaiás 54.1, ahol ezt mondja Isten, ujjongj te meddő, aki nem szültél, vígadozva ujjongj és örvendj, aki nem vajultál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ezt mondja az Úr. Isten segítsen mindnyájukat, hogy akármilyen a családi állapotunk, akárhogy alakult az eddigi életutunk, akármilyen a sorsunk, kerüljön az
első helye a föltámadott dicsőséges Jézus Krisztus. Tudjuk őt igazán tisztelni, Istenként magasztalni, megváltónként hálát adni neki, tanítványaiként követni, és aztán legyen ott a szívünkben ez a vágy, és engedjünk ennek, hogy akár vannak vérszerinti gyermekeink, akár nincsenek, legyen minél több lelki gyermekeink, akiket sokszor fájdalommal szűnünk meg újra és újra, olyan furcsa ez itt, ahogy mondja Álaposról, hogy ismét fájdalommal szülök, mert visszaeshetnek, elbukhatnak, megcsúfolnak bennünket, hálátlanok lehetnek, de nekünk makacsul szabad hinnünk, hogy akiben Isten elkezdte a munkáját, az be is végzi. Nem mi szűnjük újjá őket, mi legfőjebb megszülni tudtuk az édesanyjuk őket. Isten szent lelke teremti újjá az életüket, de mi tudjuk mutatni az utat, ami Jézushoz vezet. Tudunk előttük járni, és elmondani azt, amit Pál lemel írni, hogy legyetek az én követőim, miképpen én a Krisztusé. Ebben akar minket megújítani Isten. És akármilyenek a körülményeink, sokakat vezethetünk hozzá. És aztán rábízhatjuk őket a mi hű Jézusunknak a kezére, aki nem feledkezik el rólunk, és ha mi már lehúnjuk a szemünket, és nem tudunk értük imádkozni, ő akkor is szüntelen él, hogy esetezzék értük. És ő, aki elindítja őket az úton,